Festek, mert boldog vagyok. Festek, mert boldogtalan vagyok. És festek, mert boldogok az emberek. Meg azért is, mert boldogtalanak az emberek. Ezért fest az ember. Ameddig a családi emlékezet elér, mindig iparosok voltak. Olmützbű, Morvaországból kerültünk ide, válva ebbe a községbe, akkor takácsok voltak. Aztán, hogy hogyan dédöregapám már asztalos lett, aztán öregapám, meg apám is, és én is az lettem volna kicsi koromban. Nagyon szerettem faragni, nem rajzolni, faragni. Kőbe, fába, a lősz falakba, ezek a, amik a mély utak, amik vezettek ki a határba, figurákat, valami rossz abroncsvasra, vagy amit találtam. Úgyhogy, de ebből nem csinált senki se ügyet, hogy hát a kukagyerek ilyen, hogy farag. Aztán közben azért a műhelybe tanultam meg járni, meg beszélni is, mert hát mindig a műhelyhez érdekes volt számomra. Kicsi koromtól mindig el akartam mondani valamit. Én először énekelni szerettem volna. Mindig kiemeltek, mind a legyet a levesben, mert nem volt hangom, akkor furiát vettem. Apám elüldözött, szóval végül is aztán a festészetbe találtam meg. Egy alkalommal, amikor vittem be a pékhez a kenyereket, mert az a falunak a másik oldalán volt a pékség, és ott, ahol oda értem, szinte ott van egy igen szép híd, ott egy festő festett. Na hát ez katartikus élmény volt számomra. Másnap reggel fölmentem a padlásra, és a szellőző ablakon kinéztem a tájra, és a Váli templomot, tornyot, a rétet, még ottan legelésztek lovak is. Hát azt onnét lefestettem, és délutánra készen volt, és miután én is megnéztem távolabbról a padláson, megállapítottam, meg nem vagyok nagyképű ember, hogy az én képem a sokkal szebb. Valószínű, hogy igazabb volt. Miután elvégeztem a négy polgárit, amit kis kevés motyom volt, betettem egy ládába, ilyen katonaládába, és elindultam pápára, és ott 5 évig jártam. Volt pápán egy nagyszerű festőtanár, nem nálunk, a gimnáziumban, református gimnáziumban, akinek én láttam ott egyszer egy kiállítását, és az nekem nagyon tetszett, hogy az nagyon tud, és az tetszik, ahogy ő fest rajzol, és bekopogtam a lakásán, megmutattam a rajzait, és akkor is elmondtam, hogy én nem akarok tanító lenni. Akkor ő felvetette, hogyha van az a képzőművészeti főiskola, ott ha vállalom, hogy tanár leszek, akkor azt a szakot is választhatom, és akkor lesz bellem rajztanár, hát ez tetszett. Izgultam persze, mert én összesen előtanulmányként lerajzoltam öreganyámat, amint aludt ebbe a székbe, a macska az ölibe, meg az unokabátyámat a kertbe, a csicsóka közé beállítottam mesztelenül, mert paktot is kellett rajzolni, és így ezzel két komoly tanulmánnyal nekivágtam a felvételinek, és nem tudom hogyan,
bátran mertem dolgozni, és fölvettek. Először Kmetti János volt az én mesterem, 2 évig tanultam nála. Hát ott mindent csináltam, én nagyon bátran festettem nekem. Én addig nem is tudtam, hogy voltak egyiptomiak, görögök, reneszánsz, meg mit tudom én, Mané, impressionizmus. Én soha nem láttam egy reprodukciós könyvet, vagy kiállítást se láttam, csak ott Pápán láttam ennek a tanárnak. Úgyhogy aztán végignéztem a művészettörténetet, és nekem a vadak tetszettek a legjobban, akik hát a 20. század elején akkor működtek, azok nagyon bátran, színesen, hát én is úgy festettem. Mikor 3. éves lettem, átalakították a főiskola tanrendjét is, úgyhogy én akkor Bernát Aurél mesterhöz kerültem, és hát ott már aztán ilyen szociálre lista képeket kellett festeni, ez egy ilyen diktatórikus rettenet volt, azt kell mondani, mert hát olyan, azt valahogy nem szerettük, de ha nem csináltuk, akkor elküldtek volna bennünket. Aztán hát ott is 3 évet lehúztam, asztalos diplomamunkát festettem, úgy egy kicsit olyan önarckép lett ez, mert hát azt jól ismertem én is, és hát erre megadták a diplomát. Aztán, mint hát a dokumentum, hazajöttem, megmutattam apámnak, kitekertem ezt a tekercset, ami rajta volt, hogy alközfestés jel és elműtészettörténet jel, és elolvast apám, és azt mondta, hát, fiam, ez mi nagyon szép, azt kezdte összecsavarni a dokumentumot, de most már jó volna valami tisztesség és mesterség után néznek. Meghalt édesapám, és iszonyatos rossz állapotba kerültem. Az orvos vagy azt mondta, intézetbe zár, vagy elmegyek valahova, és pihenek. Azt mondtam, hát inkább elmegyek pihenni. De már előzőleg nekem egy váli szígyártó mesét arról, hogy van, itt vártunk nem messze a Ginza puszta, és azt mondja, hogy minden este, mikor befejeztem a munkát, vagy este fele, fölök a dombra, és lenézek a völgybe, az olyan gyönyörű. Hát akkor egy festőnek milyen szép lett az. És amikor apám meghalt, akkor azt mondtam, megkeresem én ezt a helyet. Akkor léptem be, amikor az ember kilépett belőle, ott volt még a lábnyoma. 1 kilométeres körzetben minden volt. Egy gatyába főmettél a világűrbe, szkafanderték. Nem mérted az időt, nem nézted a súlyt. Amikor a kisbirkákat kieresztették délbe az anyjukhoz, akkor elkezdődött egy zene. Üvöltöttek a kisbirkák, meg a zonyok is, de nem tudta, melyik az anyja. Minden birka az oda ment letérbe perc szlapni, de nem engedte, mert nem az ő gyerek. Aztán egyszer csak mindegyik birka gyerek megtalált az anyja. És ez egy nagyon modern zene volt. És ezt a völgyet megtöltötte, ilyen hangkupol átkozott. És én ezt úgy tudtam mérni calstokkal, hogy most, amikor festem az életfát, hogy ilyen magasságot húzok, ekkora teret, ugye? És amikor ezt úgy megkaptam, akkor azt mondom, helyben vagyok. Szóval az egy kincses bánya volt a kokosnak. 30 évig jártam oda festeni.
puszták örök lakója, néha lát feje fölött tündöklő légen átvonulni egy különös madarat, minőt nem látott még az ég alatt. Jó ismerőse mind, amennyi van, erdőkön, lápok ingoványiban, egyszerre kitalálja név szerint, melyik mifajta, hogyha rátekint. De ezt az egyet, ezt nem lát. Nekem a mondani valómhoz már valami olyan embert kellett volna kitalálni és oda tenni, ami minden emberrel azonos, amelyik mindenkire hasonlít, és ezt a formát nem találtam meg. Most akkor úgy belépett, aminek egyébként is gyerekkoromtól kezdve kedvenc lett, megjelent az ember helyett egy madár. És ez a madár valami módon vagy rossz indulatú, vagy jó indulatú volt, szóval ezt lehetett szeretni, vagy inkább küldte volna el az ember. Ugye? Szóval a Párbeszéd Gínzán ott is szerepel egy madár, ami érkezik sisakba, meg talán páncél is van rajta, és odébb áll egy ilyen emberszerű alak, és ez a madár rossz hírt hozott. Vagyis ez azt jelenti, hogy a halál hírt hozta. És akkor engem ez bántott. Védtem a festőt. És volt egy ilyen hirtelen mozdulat, kikevertem egy sárga szín, és a napsugarát az ablakon keresztül végig behúztam, és tettem egy falat a rossz madár, meg a szerencsétlen másik alak között. Így lassan elmaradtak az emberek. Megpróbáltam, vagy mondjam azt neked, kedves, hogy odébb van a képen, nem lehet látni. Én jártam a magam útján. Amikor elkezdtem ilyen képeket festeni, akkor meg akartak menteni a haverok. Ugye? Aztán mondtam nekik, ott az ajtó. Menjetek haza, és váltsátok meg magatok. Nincs jogotok engem megváltani. Mindenki maga magát. 4 évig be volt zárva a műterem, nem győzött be senki. És akkor festettem azt a 20-valahány képet, amit kivittek a Velencei Biennálé. A Biennálén ez ott történt Olaszországban, akkor én képviseltem a magyar festészetet, és begyűjt egy néger művészettörténet. És nekem volt ottan egyébként tetszett neki az anyag, volt egy képem, amin a földön fekszik egy alak, szinte magához öleli a földet, a hátán van egy ilyen napbélyeg, ilyen finom sugarakkal, és ez volt a címe is, a napbélyegzet. És akkor, mert én ilyen voltam, hogy én mikor így kint csavarogtam, ott Válba, határba, aztán tavasszal, jó meleg volt a föld, mint a tyúkok vagy a kokos a kerítés mellett úgy földre lefeküdtem, és egy kicsit élveztem a földnek. És akkor ez a művészettörténész azt mondta, hogy érti a képet, mi is szeretünk így lefeküdni a földre. Tehát ez a távolság, a Afrika, meg hát ugye hát itt Európában, egy kicsi országban, egy nyamvad kis festő fest egy ilyen képet, és azt mondja, hogy ezt mi is így szeretünk lefeküdni.
atya földre, mint ahogy maga. Ezt hallani nagyon jó, mert tulajdonképpen akkor jó a képen, ha az egész világon értik. Az ott a tetszik. Ritkán állítottam ki, ez tagadhatatlan. Nem a kiállítást nem szeretném, csak nem megcsinálni a kiállítást. Szóval bevallom azt is, hogy néha úgy szégyültem, hogy ez se jó, ez a képem se jó. Tehát én ilyen nyekergő festő voltam, aztán voltam, hogy szittem a képemet, menj már valahova, ne látni is akarlak. 15 év múlva találkoztam vele, és azt mondtam, hű, de szép ez a kép. Megemeltem a kalapot, és bocsánatot kértem. Szabad ég alatt az egész táj az volt a műterem. De azért életem nagy részét műterembe töltöttem, nagyobb képeket csak is műterembe festettem meg. Én elég rendetlen ember voltam és vagyok is, úgyhogy nálam a műterem az egy műhely. Ugye, mint hagydanán az azt időnként össze kell söpörni, kicsit a festéket főkaparni, mert hát elég sok jut, nem csak a képre, hanem a padlóra is. Meg ha nem tetszik valami, lekaparom a földre. Aztán egyszer csinálok egy rendet. Hát akkor szebb a műterem. A gyalupad nekem egy nélkülözhetetlen szerszám. Megszoktam, hogy kicsi korom óta mindig gyalupad mellett kellett megcsinálnom valamit. Ha kellett egy kapanyelet csinálni, vagy bármit, vagy kerítést kellett igazítani, vagy a jóisten tudja mit, vagy egy keretet csináltam. Szóval azt én nem tudtam gyalupad nélkül megcsinálni. Nagyon szerettem én az asztalos munkát, úgyhogy az külön öröm, hogy a mostanás robgyalúval, a sriggyalúval, vagy a ropántal, vagy melyike dolgozok. Tehát én föl vagyok szerelve szerszámokkal is, ami szükséges lehet nekem. Mindig festés közben minden ecsetvonásnál valami történik a képen. Reagál. Megrázza magát, szidja a készítőjét, vagy azt mondja, nagyon jól esett, tetszik, vagy kinyílik egy kapu. Egy láthatatlan kapu, és te ott vagy, mint a kutya, ami menekülni akar, vagy ugrani akar, és akkor azon a kapon beugrasz, aztán akkor fested. Ilyenkor nincs időd gondolkodni, hogy hogyan kell, mert valami belülről diktálja, annyi időd van, hogy kikeverd a szint, oda teszed, újra keversz, újra oda teszed. Ez a szárnyalás, és minden tökéletesen a helyén van. Ez lehet, hogy csak 10 percig tart, lehet, hogy egy óráig tart, és akkor, ha, és eltűnik, mint a szép asszony. Nincs sehol, nem tudod tovább csinálni. Nagyon sokszor átfestem a képemet, és ez úgy menet közben ki is alakul, rájön az ember a faktúra szépségére. Vagy a másik hát nem tudom, hány kést használtam már én, hogy lekapartam felületeket, ugye? Vagy egy élebb belekar, most ezekben még nincsen, de szóval egy éles vonalat belekapartam egészen az anyagig. Tehát nem színne, hanem a kés hegyive lekapartam, vagy fűszálakat húztam így a kés hegyébe. Szóval
ezt úgy diktálta az embernek a bögye. Hát aztán mondták, hogy a kukas ez mennyit kapott, de kedves, mindig csak azokat hagytam meg, akik a kép szempontjából fontosak voltak. A többit eltüntettem. Millió lehetősége van mindig egy képnek, de csak egy a megoldás. Egyik legjobb kép. Fent a sarokba egy angyal száll ki. Ugye milyen szép. És micsoda teher cipel ez. Ez tulajdonképpen egy figura. Jártam már én úgy, hogy festettem, hátra se léptem, csak dolgoztam, csináltam, aztán hátrafele mentem a galléria alá, hogy legugoltam, és azt mondtam, úristen, ez a kép készen van. Aztán felugrottam, fölöttem még beton volt, úgy bevágtam a fejem, hogy csak annyit mondtam, hogy Istenem, ezt most miért? Aztán elájultam, ugye? Arra ébredtem föl, hogy valaki kopog. És bejött egy férfi, egy magas férfi, és mondja, hogy ő sokfele jár a világba, múzeumokat megnézi, de olyan képet, mint amilyen maga füst, nem láttam. És azért jöttem föl, hogyha van kép, akkor én veszek. Oda nézett az állványra, és azt mondta, ez gyönyörű, ezt veszem meg. De hát mondom, meg se száradt. Nem baj, mondta, ezt elviszi. Kérdezte, mi az ára. Na mondom, most megfogom. Mondok egy nagy összeget. Belenyúlt a zsebet, nem mond nagy összeget. Belenyúlt a zsebibe, kiszámolta, oda ment az állványra és elvitte. Szóval így is megszületik a kép, meg így is megtalálja a helyét. Följött két csömeri parasztasszony, mert látott valami nagyságos asszonynál ilyen szép kis képet, és hát megkérdezte címet meg. Hát éppen volt valami 30 darab, mert el voltam, akkor kint festettem ilyenkor a határba. Mondom, leterítettem. És végigment a két asszony, még a kasse vették le a hátukról, mert ilyen kofa asszonyok voltak. Azt mondja, te Erzsé, én azt választom, a másik meg én meg ezt. És a két legszebb képet, amit abban az évben csináltam, két perc alatt kiválasztották. Nem kellett hozzá, nem tudom hány egyet. Tudott mert a képpel találkozni. Megfogta ő, tetszett. Azt akkor egymást megfogták, áttölelték egymást, és már meg is volt a pót. A klasszikus zenét, azt nagyon szeretem. A zene számomra a legabstraktabb művészet, a legcsodálatosabb, ami soha nem zavart a festés közben, sőt, inspirált. Ez akármilyen bután hangzik, de néha előfordult, hogy a zene diktálta a szín. Van, amikor le kell ülni, mert olyan szépen szól, és úgy jár át a zene, hogy nem lehet festeni. Akkor azt végig kell hallgatni. Ilyen is van. Nem szerettem a díjakat. Elmentem értük, mert ennyi tisztessége tartoztam, ha megajándékoztak. Átvettem őket. Betettem a sublót fiókba, és most is ott vannak. Szóval engem a díj valójában nem tudott mássá tenni, vagy nagyobbá, vagy mit tudom én, kisebbé.
Én azt mondom, mindjárt helyre tettem, és tovább fest. De ha jó sikerült egy kép, arra milyen díjat adnának, akkor biztos, hogy örülnék. Álltam a főiskola lépcsőjén lent, és kettő dolgot tudtam, hogy szabadságot adok az ifjúságnak, és nem leszek professzor, aki diktálja recepteket, hogy így vagy úgy kell csinálni. Így mentem föl hozzá. Ott ült vagy 30 növendék. Várták, hogy én mit mondok, mint új. Én leszek a tanár. Vagy 10 percen állítunk, hang még a légzümmögést is lehetett hallani. Nem tudtam szólni. És egyszer csak elordítottam magam, hogy fogjunk munkához, a többit menet közben. No. Így kezdődött a tanítás. Nagyon jó volt az ifjúság között lenni. Én mindegyiket egyformán szeret. És egy hét alatt az embert már atyává tették. Az biztos, hogy nagyon vigyáztam arra, hogy senki ezt, amit hozott, ezt senki meg ne zavarja, hogy ez a kis lá, vagy ez a kis aranypéz egyre fényesebb legyen, vagy egyre nagyobb lánggal légyen. 1973-ban léptem át a küszöbet, és ugye én úgy léptem át, hogy ha 60 éves leszek, akkor eljövök. Nincs az Úristen, aki ott tart. Így 86-ban elköszöntem. Egyre több nagyszerű tehetség jön ki a főiskoláról, és ha azt mondom, hogy soha ilyen jól nem álltunk képzőművészetben, mint most vagyunk, bár a gazdaság életünk állna ilyen jól, akkor más lenne a helyzet. Sóvár kíváncsin lesi, várja rég, ha fölötte újra elhallad, megnézi jobban, megcsodálja majd. És várja, várja, sok-sok ideig, míg maga is belé öreg. Ősz a szakálla már, gyérfürtje len, de az a madár többé meg nem jelen. Eszébe jut, álmába látja még, nincs lelke tükrén már csak ez a kép, s végpercein midőn már szinte hol. Csak akkor tudja meg, mi ritka volt. Nagyon szép hely ez a vál fekvésénél fogva, és az első, amit megtanultam a saját eszemtől, ami a mindenkire érvényes, és ez egy szegény község volt különösen, a küzdelem. Szóval mindig ezt láttam. Ez a természetben, az állatoknál is, meg az emberiknél is, hogy ez első számú jellemzője az életnek. Tehát én nekem Vál jelentette azt a támaszpontot, szoktam is mondani, nekem itt van az ágyam Válba, hiába lakom Pesten, itt van az ágyam, és itt lesz a végső nyughelyem is. Festettem is egy képet, hogy elhagyom a falomat, amiből nem lett semmi, nem is hagytam el. Csak inkább az a nagy mozgás és gomolygás, meg ilyen erők szabdalják egymást, vagyis hát én magam is ugye birkóztam. Ez volt az, ami mindig fölkínálta a festeni való.
tény és való, hogy úgy szemrehányást tettek, hogy én miért nem utazom külföldre, hogy egy kicsit körülnézzek. Aztán hát nem tudom, egyszer már úgy elegem is volt ebből a nyomorgatásból. Aztán hát elég könnyelmen azt mondtam, hogy Amerikában még mindenütt éppen úgy gatyába járnak az emberek, mint várba. Nem kell nekem azért elmenni akár Németországba, vagy az Isten tudja hova, a jóságért, a gonoszságért, az emberi történetek, vagy a sírásért, az örömért. Itt is megtalálok mindent, mondom, hát ha itt ugyanúgy, mint Amerikában megvannak a dolgok. Mondom, a burgundiás gödör szélinén fenéken rúgok egy kutyát, és az nem nyüzit, akkor az nem kutya. Hát szóval Amerikában, ha ezt csinálom, ott is nyüzít a kutya. Voltam én több fele a világban. Soha egyetlen rajzot, vagy egyetlen képet nem csináltam, nem találtam otthon magamat. Jó lesz itt, azt hiszem, jó lesz. Vagy. Talán még inkább itt. Jó. Mindig kerestem magamnak olyan helyet, ahol még nem jártam. Mert mondom, itt már voltam, ott is már nem tudom mennyit föstöttem. Egy-e bócorkok, csavarkok. Aztán jöttem el, Atyaisten, milyen szép temető van itt. És akkor ezt így megtaláltam, mindjárt letelepettem, másnap megindítottam, egy hét múlva megindítottam, a következő évben megint két hétig föstöttem itt. Ez így ment majdnem 30 évig. Van úgy, hogy a levegőbe szállnak a sírkövek, olyan festek, vagy mit tudom én, itt minden megtörténhet. Már látni, hogy nincs egy sírdom se. Ezek már régen elporlattak itt így, és én így letérdepőtem, azt úgy leszóltam hozzájuk. Olyanok vagytok, mintha soha meg se születtetek volna. Azt így, Jézusom, és ezek öröktől fogva léteznek, akkor mi van? Ugye? És valahogy így jött, hogy meg tudtam fogalmazni, amit nagyon régen is akartam, és mindig, hogy a soha, a mindig, és a pillanat, meg te elbögjed tehén magát, vagy lehet meghúzzák a harangot. Ez a három fogalom, amit én szerettem volna a képeimbe megfesteni. A soha, a mindig, és a pillanat. De azt mondtam, kokas, abszurd. Ilyen képet nem lehet festeni. De hát azt mondtam, mit vesz itt egy föst? Na bó. Aztán mindig valahányszor hozzáfogtam egy képhez. Szerettem volna, ha három fogalom benne van. Hát valószínű, hogy ez is beletartozik abba, hogy újra meg újra elkezdem a képeket vénységemre is, és még mindig reménykedek, hogy meg tudom ezt a hármat egyként befogalmazni. Vallásosan neveltek. Talán serdülőkorban történt velem az. Lehet, hogy épp a temetőben láttam, hogy a temető csősz kaszálja ott a füvet a sírok között, és ahogy ottan leültem egy kőre, úgy azt mondtam, hogy valahogy ilyen egyszerű ez az egész dolog. Megszületünk,
továbbadják életünket, az új gyerekek, azok is tovább. Aztán mi meghalunk, és ezzel nincs tovább, tehát pogány lettem. Annak ellenére, hogy ebbe soha nem tudtam belenyugodni, mint ahogy nagyon sok mindenben, ez képeimen is érződik, hogy folyton birkózok a jó és a rossz, tehát az ellentétek izgattak engem örökké. Már nem tudok főmászni. Csak egy a baj, hogy nem nőtt be a fejem lágya, még mindig ugyanúgy, mint amikor gyerekkoromban, hogy fölmásztam a fára, és azt mondtam, én vagyok a madár, és akkor végig röpültem az egész völgy fölött, vagy a fűt megérintettem, és benne vagyok. Én a bogarakkal együtt mászkáltam. Én azonos voltam a természettel. Ez nagyon kicsi koromban, nem tudom, hogy alakult, hogy kölcsönösen létrejött egy olyan, majdnem azt mondom, hogy egy kötél, amit közösen fontunk, és ezt nem lehet széthasítani, szétszedni. Tehát én ott lent is ugyanezzel kötélre fogok pihenni majd. Tulajdonképpen sehol nem áll a festő olyan mesztelenül, mint a képei előtt, hogy milyen az esze, a szíve, vannak-e titkai. A teremtő valahol a halandóságunkat honorálja, mert Leonardo da Vinci épp úgy elhamvadt, és por és hamulett meg a többiek, az egyiptomi szobrászok, vagy akár. De a művük, amit alkottak, az, ha nem történik vele baj, az idők végezeték, az mindig él, ugyanaz az erővel világít, és az emberek értik. A költőnek ti többi emberek, emelni szobrot ne siessetek, mert úgy lehet még áll a büszke emlék, midőn dalát már rég elfeledték. A halhatatlanok bírája az idő. Csak akkor tudjátok meg, hogy ki ő, ha elmerültek hosszú századok, s hozzá hasonlót még nem